Szokolai Sándor Mi atyánk című kórusművével kezdődött a lemezbemutató hangverseny, mely több kuriózummal is szolgált a közönségnek. A koncert egyik különlegessége volt a szaxofon improvizációkkal ötvözött reneszánsz kórusmuzsika, de ritkán hallható kortárs darabok is felcsendültek. Tulajdonképpen a zenei anyagunk már régóta, ahogy az énekegyüttes 24. éve működik, fejlődött, tehát nehézségében, a darabok összetettségében egy együttes fejlődik. Ez érezhető ezen a lemezen is tulajdonképpen, ami a 2010-ben elhangzott Farkas Ferenc Requiemből tartalmaz részleteket, illetve a 2011-ben Strém Kálmán emlékére tartott koncertnek a zenei felvételi kórus anyagát tartalmazza, amely kortárs művek voltak. Én azt gondoltam, hogy ez egy olyan értékes anyag, és ezek a felvételek ugye élő felvételek, hiszen a koncerten készültek, és hogy manapság talán még nagyobb ritkaság élő koncertanyagból lemezt készíteni, hiszen a mai stúdiótechnikák steril világa egy nagyon-nagyon számomra tulajdonképpen gyönyörű meg tiszta, de valahol veszít az élőségéből, annak a hangulatából, amit egy élő koncert jelent. És ezért gondoltam, hogy az énekegyüttesnek talán ez egy újabb bemutatkozás, hogy az élő koncert felvételekből készüljön egy CD-lemez, illetve valóban két nagy kanizsai születésű kiválóságnak szerettünk volna maradandó emléket állítani, nem csak, hogy koncertet adunk, hanem ez a lemez most megvan. És Farkas Ferenc, aki az együttesünk névadója is, valóban azt gondolom, hogy méltó, befejező művet alkotott a Requiemével, és a Requiem egyébként az énekegyüttes számára is egy különleges mű. Nagyon szeretjük énekelni, tehát a tagok megfogalmazták, hogy ez olyan zenei élményt adott számukra, katartikus élményt, amit tulajdonképpen más műnél még így nem éltek át. És ezért is kedves ez a mű számunkra. Az meg még külön öröm volt, hogy Farkas András, Farkas Ferenc fia is eljött erre a koncertre, elfogadta meghívásunkat. A lemezbemutató koncert minősítő is volt egyben. A minősítő bizottság, melynek tagja volt Farkas Ferenc, Svájcban élő fia, Farkas András karmester is, végül a maximális 100 pontból 98-at adott a nagykanizsai kórusnak. Ez azt jelenti, hogy a kóta által kiírt Éneklő Magyarország minősítési rendszerben a legmagasabb hangversenykórus minősítést kapta a Farkas Ferenc énekegyüttes. Kertész Attila Lisztdíjas karnagy értékelő beszédében elmondta, a kórus felemelő pillanatokkal ajándékozta meg a bizottság mindhárom tagját. Szoktuk mondani, hogy az a hihetetlen sok munka, amelyel ezek a nehéz művek, szoktuk mondani, megszenvedett a kórus érte jó pár próbán meggyőződésen, hogy ezek a művek megszólalnak, mégis most egész biztos vagyok benne, hogy úgy érzik, hogy több energiával rendelkeznek, mint amikor elkezdték a koncertet egy ilyen szép koncert után, és talán még a családi házaikat is tovább tudnánk tolni most, hogyha azon mennek majd a koncert után. És ez így van jó, mert az elvesztett energia többszörösen megtérül, amit a zene ad nekünk,
akik hallják, akik csinálják, akik gyakorolják. Nagyon érdekes, mert ahogy készültünk az egész koncertre, azért érezhető volt a tagok részéről a bizonyos feszültség. Hát mindenki a legjobbat szerette volna kihozni magából. És mindig azt mondtam a próbán is, hogy nem kell más csinálni, mint amit eddig csináltunk, mert ez egy koncert elsősorban. És nekünk ott az a feladatunk, hogy a tudásunk szerint, és azért csak egy amatőr együttes vagyunk, amit tudunk, a szívvel, lélekkel megmutassuk, mert a közönség az első, aki oda beül, és nekik adjunk valamit. Amikor véget ért a maga a hivatalos minősítő program, akkor én azt éreztem, hogy a társaság maximálisan ezt magáénak érezte, hogy igen, a közönségnek adni kell, és hogy olyan szép darabokat éneklünk, amit szívesen éneklünk. Nyilván, hogy tökéletes soha semmi nem lehet, még egy profi előadónál se. Mi azt szoktuk mondani, hogy ha már 85%-ban tudok egy koncerten teljesíteni, az már jónak mondható. Persze van az, amit már csak a szakma hall, úgyhogy borzasztóan örültünk, és megtisztelőnek tartom én is, hogy ilyen magas pontszámmal értékelték munkánkat. És ez a hangverseny kórus minősítés, én azt gondolom, hogy nem csak arról szól, hogy maguk a darabok milyenek, mert az értékelésekben, amit utána hallottam a zsűri tagjaitól, a szervezéstől kezdve a konferálásra kitértek, a műsorfelépítésre, a darabválasztásra, tehát, hogy sok szempontot néznek, hiszen egy hangversenykórus, ha önállóan tud egy kórus hangversenyt adni, mindenből összeáll. És hát ez borzasztó nagy elismerés volt, úgyhogy nagyon örültünk neki.